Az első kérdésünk az az lenne, hogy tudod-e, hogy miért szokták fölmeszelni a sineket? Nem tudom, sajnos. Hát elvileg a miért miatt, nem? De amikor valakit elüt a vonat és a maradványai ott maradnak. Állatok, emberek elütése után az oltók mészre ugye az élő sejteket fel, majdra valami csinál. Vagy végig csak a fehér azt talán eltakarja azt, amit nem akarunk látni. Észre szokták-e venni, ha frissek a mészfoltok? Tehát, hogy ez szembe tűnő hát ez önöknek? Természetes. Ha jövünk, akkor abban az időben, akkor egyértelmű. Mindig van így általában igazából szinte. Természetesen hát egy, hogy ott a jelzés is rajta, meg hát erről azért általában mindenki tud. Hát azt nem. Ezt nem szoktuk. Mi merül fel önben? Mi az első gondolat, amikor meglátja, hogy föl van messzelve a sín? Talán baleset történt. Hát valaki nem figyelt oda. Nem is érted, de akkora részben, hogy föl a gyártában be lehet látni, nem értem, hogy lehet kimenni rá. Lássuk, főleg itt, ahol a váró is van, tehát itt nincsen semmi átjön, mert valaki feljön, azt megértem, hogy elütte a vonat, mert nem vette észre, de ott oda kerülnek be emberek, azt nem értem. Bizony, nagyon-nagyon mély behatása van az ember felé. Valami sajnálat, vagy valami? Ilyenkor általában a családjára gondolok, vagy a szeretteire, akiket lehet, hogy nem is ismerek, de mégis meghal valaki, az egy óriási veszteség. A mai ember alapvetően siet, szeret utat rövidíteni, és könnyebb számára az aluljáró helyett esetleg ugye a sineken történő átkelést választani, már persze, hogyha az állomás felső végéről van szó. Ez hát az egyik tényező. A másik pedig az, hogy az emberek úgy érzik, hogy ezt megtehetik. Én azt tapasztalom, hogy az emberek nagy részében nincs meg a szabályok iránti alapvető tisztelet. Valamennyire betartják a szabályokat, de hogyha úgy gondolják, hogy ez számukra kényelmetlen, akkor ezt a legnagyobb lelki nyugalommal félre söprik, és megteszik. Megállt a vonat, és nem kaptunk semmi értesítést. Fél óráig álltunk így. Az utasok egyre idegesebbek voltak ettől, hogy nem tudták, hogy most mi történik. A hangulatot rátett egy lapáttal, hogy egy csapattársam azt mondta, hogy biztos öltött valakit a vonat. És 10 perc rájött a kalauz, és mondta, hogy személyigázolás történt. És aztán egy mentős ment végig, és kérdezgette, hogy mindenki jól van-e, és nem sérült-e meg senki a vészfékezésben. Hátulról láttuk, hogy csak két letakart kupac van a sinek mentén. Az első reakció nagyjából láttam, hogy megdöbbenés volt az embereken. Nem tudtunk mit kezdeni a helyzettel, mert eléggé meglepett a dolog. Nem volt ilyen hüledezés. Mindenki el volt magában, így feldolgozta az eseményeket. Kb. 10-15 percen belül már a rendőrség is kint volt, oda jöttek a mentők is, és utána fekete zsákban elszállították az illetőt. Valami borzalmas élmény. De és nem csak akkor volt borzasztó élmény, hanem hát legalább egy vagy két hétig utána nagyon sok. Úgy rányomta a bélyegét a vonatomra, nagyon nyomasztó volt. Azt mondták, hogy ilyen előfordul, és komolyabb intézkedés ezután nem történt.